知道你就比我妹妹能干。Alapvetően egy ungvári magánszemély vette fel velünk a kapcsolatot, amit hallottunk, ez is szóbeszéd útján terjedt, hogy egy anya állat nevelte nyilván a kisállatot, de az ottani harcok következtében eltaszította magától a kölyköt, ezért kellett kézzel nevelni. Egyébként nagyon gondoskodóan bántak az aprósággal, tehát kiváló minőségű távszert adtak neki. Nyilván, amikor megkaptuk a határon az állatot, akkor ebből a távszerből kaptunk egy mintát, és ezzel kezdtük először a hozzá táplálását. Nagyon szépen látszik, hogy ezt az állatot igazából házban nevelték, mert tudta a szabályokat, mit lehet, hogyan lehet viselkedni, illetve nem használta a karmait sem. Ez nagyon-nagyon hasznos dolog igazából. Tehát tulajdonképpen egy nagyon jó indulatú, mindenhova jól akklimatizálódó állat, egyedről van szó. Lépésről lépésre fog megtörténni ennek az állatnak a visszavadítása, illetve a falkatársaival való találkozási pont megerősítése is. Az első lépés az volt, hogy eleinte ő kis cumiból evett, nyilván meg kellett tanulnia, hogy egy oroszlán hogyan is táplálkozik, úgyhogy a nyers hús fogyasztását is megkezdte. Segítsége is akad itt a családi háznál, három kutyával szocializálódik. Thank you.